a Kispesti Árnyas óvoda, a Zöld Ágacska óvoda, a Mesevár óvoda és a Szőlőskert református óvoda képviselői jöttek el a Vekerlei Kultúrház meghívására, hogy a leendő óvisok szüleivel találkozzanak, és informálják őket a legfontosabb és legáltalánosabb tudnivalókról. Az óvodavezetőkön kívül eljött a fórumra Ikladiné dr. Petres Veronika, az önkormányzat humán szolgáltatási és szociális irodájának vezetője, valamint Orlovszki Tímia, köznevelési ügyintéző is. Három csoportos intézmény vagyunk, melyet 2014-ben hívott életre az egyházközség. Három csoporttal, 20-as létszámmal vannak a csoportunk, 18-20-22, tehát törekszünk arra, hogy egy olyan létszámú közösségben élhessenek az óvodásaink, amelyek számukra is, az életkoruknak is megfelelőek és támogatóak. A legalapvetőbb és a legfontosabb információk hangzottak el a vezetők részéről intézményeik bemutatása kapcsán, annak érdekében, hogy a szülők minél körültekintőbben hozhassák meg döntésüket arról, hova iratják be 3 éves kort elért gyermeküket. Hiszen a magyar törvények értelmében minden harmadik életévét betöltött gyermek óvoda köteles. Azt látjuk, hogy évről évre ez nagyon, hogy mondjam, hát húsba vágóan érinti a szülőket, hiszen nagyon fontos nekik, hogy milyen óvodába viszik a gyerekeket, mindig vannak nagyon speciális kérdéseik, amiket itt feltehetnek egyénileg. A számtalan elhangzott kérdés között voltak a szobatisztaságra, az étkeztetésre, a beszoktatásra, a helyhiányra, a kisebb-nagyobb testvére vonatkozóak is. A cél az volt, hogy mindenki választ kapjon az őt foglalkoztató problémára. Én például azzal a kérdéssel jöttem, de aztán egy másik kedves szülő megkérdezte helyettem, hogy márciusi a gyermekem, és hogy évközben érdemes-e őt óvodába adni, vagy meg kell várni a szeptember, de erre is választ kaptunk, hogy akkor májusba kell jelentkezni, és akkor hogyha üresedés, vagy föl tudják menni, vagy hely van, akkor évközben is fölveszik a gyereket. Mi az, amit óvodától függetlenül mindenkinek fontos tudnia? Az, hogy 3 éves korban be kell iratni a gyermeket óvodában, most ennek pontos részleteit a honlapon megtalálják, május 2 és 6 között lesz a beiratkozás, több óvodát is meg lehet jelölni, ahova beirathatják a gyermeket, akár csoportot is megjelölhetnek, és amikor lezárult a jelentkezési, illetve beiratkozási idő, akkor egyeztetünk az összes óvodával, hogy minden gyermek lehetőleg oda kerüljön felvételre, ahova jelentkezett, illetve minden gyereket fel tudjunk venni valahova. Az óvodába iratkozás egyik feltétele a szobatisztaság. Amíg nem szobatiszta, picik a bölcsödében maradnak. A beszoktatást bármelyik családtag, apa, anya, nagyszülő végezheti. Az Európai Unió 14 féle ételallergiát fogad el, de a kispesti óvodákban ennél is többféle diétát biztosítanak. Emellett a kerületben nagy figyelmet fordítanak az integrált nevelésre, a speciális nevelési igényekkel rendelkező gyerekekre. Óvodai hívogatóban minden óvodánál feltüntetjük, hogy speciálisan milyen gyermekeket tudunk fogadni, a sajátos nevelésű igényű gyermekeket. Nagyon sok óvodánkban tudunk autista gyermeket fogadni, mozgássérült gyermeket, látássérült gyermeket, hallássérült. Az Arany óvodába, és van még egy nemzetiségi óvodánk is, az Arany óvodába van egy német nemzetiségi csoport. Vannak természetesen olyan esetek, amikor a szakemberek indokoltnak tarthatják az óvodai felmentést, de erre csak 5 éves korig van lehetőség. A vonatkozó kérelmet az önkormányzatnál a humán szolgáltatási és szociális irodában kell benyújtani. Milyen szempontok vannak az óvoda választásnál? Mik a legfőbb szempontjaik? Én Vekerlén nőttem föl, tehát nekem mindenképpen ez a családias környezet, ez a szabad levegő, a szabadban töltött idő, ez is nagyon fontos. Illetve hát én azt elmondhatom, hogy valamilyen szempontból eléggé gyorsan fejlődő a kisfiam, mert már másfél évesen mondókákat mondott, tehát ilyen szempontból, hogy fejlesztés, én ezen még nem gondolkodtam, mert pont ezeket a fejleszteni való dolgokat ő önmagától hozza, ilyen adottságú. Engem inkább a bölcsödeiről való gondolkodásban inkább az érdekel, hogy a közösségbe beszokás, a közösségi szabályok megszokása. Beiratkozni tehát május 2. és 6. között kell. További információkat az önkormányzat honlapján találnak.